Who did I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Először dolgozom a szigeten, a majdnem híres rocksuliba járok, és ez a szakmai gyakorlatom. Az MR2 színpadnál vagyok, és feladatom az a backline ügyeket intézni a zenekarokkal, hogy ki hozott saját dobot, ki használja az ott lévőt, ezeket koordinálom, egyeztetem. Backline az gyakorlatilag a dobfelszerelés cintányérok nélkül, a basszus és gitár erősítők. Minél nagyobb egy zenekar, annál inkább a saját cuccot használja, hoz mindent. Még saját technikust is. Körülbelül dolgozik szerintem egy olyan 10-12 fős technikai személyzet. Hogyha biztonságőröket is beleszámolok, mert mindenkit szerintem egy olyan 30 körül van a stáb. Szerencsére már mint fellépő is voltam itt, úgyhogy valamennyire már láttam. Hát más érzés teljesen. Tehát ott állsz fönn a színpadon, és oldalról látod a zenészeket, akik onnan embernek tűnnek, a színpad oldaláról nézve, meg a backstage-ben, amikor találkozol velük, teljesen normális embernek. Szóval amikor lenn vagy a közönségben, akkor valami hát külön sztárok, vagy nem tudom, tehát egy kicsit más így ember közelből. Tehát így a méreteken szoktam meglepődni, hogy milyen alacsony, vagy milyen sovány valaki, miközben sokkal másképp néz ki. Például a Péterfi Bori azt szerintem csinosabb az életben, mint amit eddig láttam. Ez egy kellemes csalódás. Igen, kellemes csalódás volt.